újabb mérföldkőhöz érkezett a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület leendő székházának és szertárának modernizációja. Nagy közösségi összefogás eredményeként valósult meg a héjazatcsere, a belső szigetelés és a nyílászárok cseréje, valamint a válaszfalak átrendezése is. Az egyesületi tagok szabadságukat sem kímélve, kétkezi munkával, a vállalkozók pedig anyagilag és munkafolyamatokkal járultak hozzá a mielőbbi szolgálatkezdéshez. Nagy összefogásnak köszönhetően beindultak a munkálatok, mint látszódik is az épületen. A állagmegóvás keretén belül megtörtént a héjazatcsere, nyílászárók cseréje, elkezdődött belül a belső válaszfalak átrendezése, szigetelések megtörténtek, födémszigetelések, nyílászárók kialakítása, hogy elkészüljön ténylegesen a szertárunk. Itt kap helyet majd az ügyeleti központunk, a 24-es ügyeleti központunk, ezáltal a polgárőrségnek, tűzoltóságnak egy helyen lesz most már a székhely meg a járási mentőcsoportnak. Ugye nagy összefogásról beszélt, ezt hangsúlyozta az előbbi percekben. Mit jelent ez konkrétan mindennapok nyelvére lefordítva? A vállalkozók eddig hogy segítettek, illetve szükség van még a közeljövőbeni segítségre, támogatásra? Igen, támogatásra folyamatosan szükség van, mint amit látszik mögöttünk, ezt önerőből készítettük el az egyesület saját erejéből. Ezáltal az egyesület tagságának nagyon sokat köszönhetünk, mert a maga a tagok folyamatosan szabad idejükben nem nyaralni mentek, hanem itt dolgoztak az épületen, de külön köszönhet az azoknak a vállalkozóknak, akik már anyagilag is, vagy munkafolyamatokkal járultak hozzá a megújításhoz. Ugye most jön a tél. Mik a tervek a következő időszakra? Hát a tervek még, hogy rövid időn belül maga az épületet bezárjuk, le tudjuk szigetelni, és innentől kezdve a belső munkálatok elkezdődhessenek, hogy tudjuk fűteni maga az épületet. Most már megtörtént az árambekötés is, és akkor kezdődhetnek a belső szerelvényezések és belső vakolási munkálatok. Optimális esetben mikor kezdődhet el itt a szolgáltatás? Én nagyon bízok benne, hogy egy március-áprilisban sikerül átadni az épületet. Ez természetesen annak is függvénye, hogy hogy tudunk haladni a munkálatokkal, és itt jönne az, hogy ha valaki ebben tud támogatni minket, az nagyon nagy segítség lenne az egyesület részére. Párhuzamosan mind a kettőre, tehát anyagi vagy eszköztámogatásra, vagy pedig lenne élő erő munkával.